nagy háború után, előtt és után Európa. A nagy háború, ez az első világháború, az a háború, ami ugye 1914-ben kezdődött, és tankönyvből tudjuk, hogy 1918-ban végződött. A tankönyvek természetesen igazat mondanak, és minden ellenkező híresztelés ellenére igyekszenek megkönnyíteni a hallgatók, diákok, olvasók dolgát, de természetesen a történészek inkább már arról beszélnek, hogy 18-ban nem ért véget a háború, a háborút háborúk követték, forradalmak, lázadások, polgárháborúk, belvillongások. Úgyhogy sokszor azt is mondják, hogy az első világháború után van egyfajta európai hidegháború, ami eltart egészen 1921-ig. A lényeg az, hogy ami történt 1914 és 1918 között, az valami olyan gigantikus veszteség, valami olyan gigantikus átformálása a történelemnek, elnézést a kifejezésért, mintha az arcunkra sósavat öntenének. Az a világ, ami előtte volt, felismerhetetlenné lett, és valami teljesen újjal kellett megtanulni élni, olyan veszteségekkel, amelyekkel senki sem gondolt. Miért mondom ezt ilyen durván? Azért, mert most is békében élünk. Ma önök, a szüleik és a nagyszüleik nem emlékeznek háborúra, a nagyszüleik, dédszüleik korszakában emlékeznek az 56-os forradalomra, és csak a tankönyvekből a II. Világháborúra. Valahogy így volt az a nemzedék is, amely 1914-ben meglátta, hogy mit is történik Európában. Így volt, hiszen úgy nevezték ezt a korszakot, vagy úgy nevezzük utána, miután kiderült, hogy lehet még háború, hogy boldog békeidők. Boldog békeidők, annyira boldogak voltak a békeidők, mint ma. Mindenkinek megvannak a maga bajai, szüleivel, barátaival, egyetemével, állásával, az utcai járókelőkkel, a villamossal, természetesen most a Covid-dal, a lehetőségek hiányával. De ha bekövetkezne most valami olyasmi, hogy mindenkinek háborúba kéne menni, és nem Covid statisztikákat számolnánk, hanem azt, hogy mondjuk 100 emberből az első hónapban akár 58-60 is elesett egy csatában, akkor minden boldogságnak tűnik, ami depressziónak tűnt előtte. Egy nagyon érdekes side effectje, mellékhatása a borzalmas háborúnak, hogy lecsökkennek például az öngyilkosságok. Magyarországon is, miközben 1914 és 1918 között 660 ezer ember halt meg a frontokon, 660 ezer honvéd, 660 ezer fiú, báty, vőlegény, férj, apa, sőt, még nagyapa is. Több mint 1,5 millió gyerek nem született meg. Szóval ehhez képest az, hogy milyen gondjai voltak az embernek, elfelejtette, hogy akár ő maga is megölheti magát. Paradox helyzetet kínálnak a szélsőséges dolgok, és ha valami az európai történelemben példátlan volt 1914-ig, az az, hogy minden ország neki megy egymásnak. Példátlan volt, mert az embereknek sokfajta identitása volt. Például katolikusok voltak, vagy protestánsok voltak, vagy zsidók voltak, vagy szabadkőművesek voltak, vagy
szocialisták voltak. Most csak olyan dolgokat mondtam, amely nem kötődik ahhoz, hogy magyar vagyok, német vagyok, mert van magyar protestáns, német protestáns, van oroszországi zsidó, és van osztrák zsidó, van olasz szabadkőműves, és van török szabadkőműves. Szóval csomó olyan dolog létezik a világban, amely nemzetek feletti, sőt, igazából amelyek összekötik a nemzetek fölött az eltérő nyelvet, az eltérő nemzeti identitást. És ami történt 1914 és 18 között, hogy az úgynevezett internacionalizmus megbukott. Mindenki hirtelen magyar akart lenni Magyarországon, előbb, mint katolikus, és szívesen lőtt mondjuk a katolikus olaszra, vagy nem szívesen, Doberdóban, vagy Isonzóban, a Piave mocsarainál. Sokszor szokták az antiszemiták mondani, hogy a zsidók mindig összetartanak. Nos, az első világháborúban soha annyi zsidó nem állt a frontokon egymással szemben, mint az első világháborúban, és sokszor zsidó lőtt zsidót, úgy, hogy akár nem is tudta, vagy úgy is, hogy akár tudta, hogy kiáll vele szembe, mert az egyik orosz uniformist viselt, a másik meg mondjuk egy közös gyalogsági uniformist viselt az osztrák-magyar monarchia hadseregében. A legmeglepőbb mondjuk azok, akik magukat internacionalistáknak nevezték. Őket sokszor azzal vádolták itt Magyarországon is, hogy hazátlan bitangok. És hát ugye maga az internacionálé, volt egy mozgalmi énekük, ami ugye a nemzetek meghaladását, hogy a világ proletáriai egyesüljenek, a munkások egyesüljenek, ezt tűzte ki célul. Nos, ők is felfedezték magukban a német szocialistát szemben a francia szocialistával. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes tanulság, hirtelen az emberek egyetlen egy dolgot ismertek, melyik nemzethez tartoznak. És világméretű öldöklés támad belőle, majd el fogom mondani, hogy pontosan a veszteségek számait sem tudjuk, de legalább 10 millió ember meghalt. Ha megnézzük egyébként, a boldog békeidők világa a monarchiák világa volt. A monarchiákon természetesen nem egy ilyen trónok harcát kell érteni, nem mindenható varázserővel rendelkező uralkodókat, hanem valami olyasmit, ami most is van mondjuk Hollandiában, ami most is van mondjuk Spanyolországban, és főképp legláthatóbban, ugye Nagy-Britániában, II. Erzsébettel, az állandóságot kifejezni azt, hogy egy monarchiával összetartozhatnak az össze nem tartozók. Például az osztrák-magyar monarchiában összetartozhat a birodalom osztrák fele, a magyar fele, Ferenc Józsefet, aki 1848 óta uralkodott 1914-ben, képzeljék el, tehát, hogy több mint 66 éve uralkodott már, igaz, 18 évesen kezdte a melót, szóval, és rögtön ugye az aradi 13-ak kivégzésével, szóval ez a Ferenc József eddigre már nem vérszomjas képe volt, hanem Ferenc Jóska volt a magyaroknak is. Tehát a monarchiák világa az állandóság, a kiszámíthatóság, és az össze nem tartozóknak mondjuk az együttesét szimbolizálta. Az osztrák-magyar monarchiában nem volt egyetlen népnek sem többsége. Saját országukon belül is alig volt meg. Tankönyvekben megtanulhatták, hogy 1910-re az osztrák-magyar monarchia magyar felébe, ezt szoktuk Nagy Magyarországnak nevezni, vagy történelmi Magyarországnak, ha Horvátország nélkül számoljuk, ugye, akkor már ugye az autós matricáról le kell vágni az Adriát, ahová olyan szívesen megyünk. Szóval 54% volt csak a magyarok aránya,
Én kételkedem abban, hogy ez a statisztika valós állapotokat fedett. Valószínűleg talán megvolt a többség, de ez ingadozó volt. Nyelvben biztos, hogy a monarchia keleti fele, Magyarország, Magyar Királyság anyanyelvi, tehát lakosainak anyanyelve többségében nem magyar volt. Igaz, másik sem volt többségben, megoszlott a románok, megoszlott a szerbek, megoszlott a szlovákok, megoszlott az ukránok, akiket akkor, vagy inkább ruszinoknak, ruténeknek nevezzünk, szerbek, horvátok, ugye németek, vagy éppen szlovénok között, és nagyon érdekes, hogy akik leginkább magyarosodtak, azok nem is a románok voltak, nem a szerbek, hanem a németek és a zsidók, valamivel kisebb mértékben a szlovákok. Budapest környéke is tele volt olyan falvakkal, ahol sokan nem értették a magyart. Ha elment valaki Nagykovácsiba, Budaörsre, Budakeszire, nagyon könnyen találhatott olyas valakire, aki egyáltalán nem értett magyarul, vagy valamit összeszedett az általános iskolában, és ugyanez elmondható mondjuk Kerepes tartsára. De ha már kétnyelvűek voltak, ott a szlovák volt, és folytathatnánk a sort. Miért mondom ezt ilyen hosszasan? Az egyik tézisem az, hogy Európa a monarchiák világával, ha nem is tökéletes, de egy olyan világot jelenített meg, amiben most is élünk, amelyben biztonság van, amelyben sok konfliktus van, amelyben sok közös sérelem van. Jaj, mennyi sérelem volt, a parlament padjait össze-vissza dobálták, törték, mind a birodalom osztrák, mind a magyar felében. De mégiscsak ahhoz képest, ami utána következett, ez maga volt a mennyország. Sajnos ezt mindig utólag tudjuk meg, hogy ami előtte volt, az mindig kevésbé rossz, mint ami utána következik. És itt látjuk, hogy az előző ábrához képest 10 évvel később a lakosság döntő többsége, főleg Közép-Európában, de akár részeken is, az uralkodókat, a koronás főket tette felelőssé azért, ami vele családjával, közösségével történt az 1914 és 18 között. Sokaknak nem tetszik, mondjuk így politológusok között, a köztársaság gondolata az a háború véletlenjéből fakadt. Egyfajta bűnbak volt. A királyok nem voltak olyan gonoszok, mint amilyeneknek mondták őket, sőt, sok esetben nagyon jóságosak voltak. Gondoljunk csak az utolsó magyar királyra, IV. Károlyra, aki alig 31 néhány évesen halt meg az influenzában, a spanyol náthában. Hát a katolikus egyház boldoggá is avatta. A kevés olyan uralkodó közé tartozott, aki nem tartott szeretőket, hanem egész egyszerűen a feleségét szerette. Van ilyen is. Tehát IV. Károly egy ilyen uralkodó volt, és ahogy a francia forradalom előtt mondjuk 16. Lajos is egy egészen jó ember volt, 16. Lajossal vitették el a balhét, ugye ott még a guillotine alá is került ki, és végezték feleségével együtt. IV. Károlynak csak számüzetésbe kellett mennie, csak az a kétes dicsőség érte, hogy ő volt az utolsó koronás Habsburg egy olyan családban, egy olyan dinasztiában, ahol öngyilkosságok, gyilkosságok, intrikák sűrűn előfordultak, de az nem, hogy valaki véglegesen elvesse a trónját és a birodalmát. A legszentebb életű Habsburggal, IV. Károllyal ez történt. A tézis megint az, hogy a monarchiák világában szemben itt van a köztársaságok világa, de ne gondoljuk ezt, hogy ez bármivel is jobb lett volna. A köztársaságok világa 24-ben
Németországban ugye a császár bukott meg, Törökországban a szultán bukott meg, Oroszországban a cár bukott meg. Mindenütt sokkal rosszabb jött a korábbinál. Sokkal rosszabb jött még a cári Oroszországban is, amely valójában joggal és okkal nevezhető a népek börtönének, abban a tekintetben, hogy például a zsidóknak nem volt szabad költözködésű joguk sem minden esetben, és tényleg egy igazi autoriter monarchia volt, csak hogy ugye a rossz is lehet rosszabb. Az, ami utána következett, a bolsevik puccs után, a kommunista Oroszországban, Lenin, Sztálin és utódai alatt léptékekben, nagyságrendekben tudta felülmúlni a cári Oroszországban lévő dolgokat. De gondolhatunk az oszmán birodalomra, Törökországra. Törökországnak így nézett ki az etnikai térképe a 10-es évek elején. Ma csak az a rózsaszín lenne. Egy-két kurd sárga folttal. Nincsenek már görögök, nincsenek már örmények, mutatóba esetleg, alig vannak szírek. És míg Kis-Ázsiának a lakossága 1914-ben az oszmán birodalom alatt, a szultán alatt, a teljesen korszerűtlen, hát ugye a szultáról ugye a török pasa képe jut eszünkbe, valami, amit a középkorhoz teszünk, együtt tudtak élni persze konfliktusokkal. Ma Törökországban 99% mondjuk a muszlimok aránya a keresztényekhez képest. Tehát nekünk például, ha keresztény kultúrának, az örököseinek valljuk magunkat, például a multietnikus birodalom helyett van egy csupa muszlim birodalmunk, aztán barátkozzunk meg vele. Boldog békeidők, monarchiák országa, és hát nézzük meg, hogy Európa akkoriban a világ szupersztárja volt. Területileg csupán egy kis nyúlványa, vagy földrajzilag csupán egy kis nyúlványa a nagy eurázsiai kontinensnek, de a lakosságnak, a föld akkori lakosságának több mint egy negyede Európában élt. Ma 850 millió ember él Európában, 7 és megközelítőleg 7,5 milliárd a világ lakossága. Ha azt mondjuk, az első világháború ilyen értelemben előtte és utána, azt láthatjuk, majd mondok számokat is, elindítója annak a folyamatnak, amelyről ma politikusok annyit beszélnek, Európa lecsúszása, Európa eljelentéktelenedése, elsősorban demográfiailag, aztán gazdaságilag is, és természetesen katonailag is. Én egyébként azt mondom, hogy gazdaságilag a legkevésbé, sok-sok mutatójában az Európai Unió ma is a világnak nagyon is versenyképes gazdasági egysége, tehát nagyon is itt van a helyünk az Európai Unióban. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy másik világ volt, már akkor is Ázsiában élt a világ döntő többsége, de Afrikában egyenesen kevesebb ember élt, mint Európában. Ami nagyon érdekes, és ami szerencsére nincs így, és ez két világháborúnak a leckéjén tanultuk meg, hogy szinte nyíltan úgy szervezkedtek egymással a katonai hatalmak, hogy volt valami támadási céljuk. Ez is kivételekkel igaz, mert a mi hazánk, ami akkor, mondom, nem Magyarország volt csupán, főleg nem külpolitikai vagy katonapolitikai tekintetben, volt magyar parlament, volt felelős magyar kormány, sőt volt honvédség is, de
úgynevezett közös ügyek voltak a közös uralkodón kívül. Ugye mi királynak neveztük Ferenc Józsefet, az osztrákok császárnak, de diplomáciája Magyarországnak különállóan nem volt, az osztrák-magyar monarchiának. Nos, ennek az osztrák-magyar monarchiának, amelyik az első világháborút kirobbantotta, azzal, hogy 1914. július 28-án, ez benne van a tesztben, csak hogy ébredezés, tehát, hogy 1914. július 28-án egy olyan birodalom üzent hadat, és kis gyufaszállal, amiről sejthette, hogy nem fogja megúszni egy helyi háborúval, Szerbiával szemben, amelynek nem voltak területi céljai. Nem tört más területére. Nem akart agresszívan elrabolni más területeket. Azért mentünk háborúba, azért veszett ott több mint 1,6 millió ember az egész osztrák-magyar monarchiából, hogy minden úgy maradjon, mint ahogy régen volt. Németország vagy Oroszország esetében nem így voltak a hadi célok. Németország egész egyszerűen úgy érezte, hogy én vagyok a menő fiú. Most is látjuk, ezt sokszor érezhetjük is, de akkor ki is mondták. És azt mondták, hogy nincs jól, mutatok egy térképet, nincs jól, hogy a világ legfejlődőbb gazdasága, a legcsúcsabb műszaki hatalma, a legjobb szervezettségű társadalma, sőt bizonyos értelemben a legparlamentárisabb országa nem a világ ura, hogy nincsenek gyarmatai. Hát ez körülbelül olyan, mint hogy, hát nem akarok frivol hasonlatokat, mint hogyha valaki a felső 10 000-be azt mondja, hogy engem nem csak a BMW illet meg, nem csak a leghosszabb Audi, de hogy enyém legyen a Maserati is, meg a Bugatti is. Tehát Németország egyértelmű céllal rendelkezett, világhatalomra tört. Azt mondta, újra kell osztani a kártyákat. Azt várta, hogy Anglia, amin egyébként ugye az Egyesült Királyságot, Nagy-Britániát értjük, le kell, hogy üljön vele, ők is angol szászok, tehát kvázi germánok, és tárgyalják újra azt, hogy akik késő jöttek, ne maradjanak le. Az természetesen, hogy milyen alanyi joga van egy nemzetközi jogi szereplőnek a gyarmatokhoz, ez persze ma már egy nagyon érdekes kérdés, amikor ugye a gyarmatosítók szobrait döntik itt-ott, ugye Kolumbusztól elkezdve, szinte mindenkiig, de akkoriban az európai ember természetesnek tartotta, hogy ő felsőbbrendű, és hogy amit gyarmatosítás címe alatt művel, az tulajdonképpen azoknak is jók, akik ezt elszenvedik. A németek azt mondták, hogy nekünk igen kevés van, ugye azok a narancssárga foltok Afrikában jelzik a kevés német gyarmatot, az összes Afrikában ugye igazából Etiópia volt az egyetlen független ország 1914-ben, az is csak azért, mert ugye az olaszok mindig értettek ahhoz, hogy szép egyenruhájuk legyen, de ahhoz már kevésbé, hogy ebből az egyenruhából mondjuk megfelelő hadi eredményeket is kihozzanak, és ugye megbuktak gyarmatosító törekvéseikben, kivéve ugye Líbiát. Nos, tehát Németországnak volt hadi célja. És volt hadi célja Franciaországnak is. Franciaország egész egyszerűen bosszút akart állni, vagy ahogy ők nevezték, revansot akart venni. Ez egy több évszázados küzdelem volt. Az egész Európai Unió igazából erről szól, hogy most már nyugodjunk le, chill. 300 évig német és francia felváltva küzdött azért, hogy ki legyen Európa ura. Az Európai Unió a II. Világháború pusztítása után
igazából egy német-francia megbékélési projektként indult, és amelynek az egyik, egyik felvonása, mondjuk egy 5 felvonásos operában volt az első világháború. Kezdődött mondjuk azzal, hogy a napkirály, 14. Lajos a 17. században meghódította Elsász Lotaringiát, ami etnikailag jó rész német volt, és néhány száz év alatt kulturálisan francia lett. Folytatódott azzal, hogy aztán kialakult a német-római birodalom sok száz kis hercegsége, püspöksége, fejedelemsége, királyságából egy egyértelmű vezető, nagyon sikeres katonai hatalom, a porosz királyság. Ez a porosz királyság aztán, itt jön a második forduló, Napóleontól megsemmisítő vereséget szenvedett a 19. század elején, Jéna és az Austerlici csatákban. Jön megint egy hosszú fél évszázad, és két könnyű háborúban egy zseniális porosz államférfi vezetésével, akit ugye Bismarcknak hívnak, 1871-ben megtörténik az, amire senki nem gondolt, hogy az északnémetek, a protestáns északnémetek meghódítják a délnémeteket is, a bajorokat, a baden-württembergieket, a hesszenieket. Zárójel, ugye nagyon érdekes elgondolni, ma a német ipar vezető országai ezek a délnémet országok, akkoriban a bajorokra, mint sörivó parasztokra gondoltak, és a porosz ipar, meg az észak-rajnai katolikus helyek voltak a Németország vezető részei. De mi is történt a harmadik fordulóban? 1871. január 18-án idegenben kiütéssel nyernek a németek. 1871. január 18-án a német császárságot Versailles-ban kiáltják ki. A Versailles-i palota 14. Lajos számára készült tükör termében, és hogy ne csak szimbolikus legyen a vereség, a 200 év óta elfranciásodott Elsász-Lotaringiát visszaveszik, és az Egyesült Német Birodalom a Reich része lesz. Ez az a német birodalom, amelyik azt gondolta, hogy lerendezte az európai ügyeit, ő van középpen, nem pusztán kontinentális, hanem tengeri hatalom is akar lenni. És ezzel szemben van Franciaország, amely a gloire, a dicsőségben él, a napkirályban, abban, hogy ő hozza a fényt, felvilágosodástól elkezdve a polgári törvénykönyvig, gondoljunk itt ne csak Rousseau-ra, de Napóleonra is, és gondoljunk a francia hadseregszervezésre is, vagy éppen a hadmérnöki tudományra, amely mind egyébként francia innováció. A franciák nem hülyék, hiába csak Peugeot és Renault csinálnak, meg Citroënt. Ez is olyan érdekes, hogy az is egy multietnikus ország. Ugye Franciaország túlnyomó többségében katolikus, de a Peugeot család az protestáns. Túlnyomó többségében katolikus, de Citroën francia zsidó volt. Úgyhogy ott is megvan, hogy ki milyen márkát vesz. Tehát egy előkelő protestáns bankár soha nem ül be akármilyen nagy Citroënbe, hanem csak is Peugeotba. És mondhatnám, hogy a Budapest után második legnagyobb európai zsidó diaszpóra tagjai, hogyha igazán franciák, akkor természetesen Citroënt vesznek. Ez csak egy ilyen kevéssé ismert identitás politikai dolga mondjuk az autómárkáknak. De visszatérve, tehát Franciaország a gloire-ba élt abban, hogy neki vissza kell szerezni Elszászt és Lotaringiát, és vissza kell szerezni az Európa irányítása felett a kezdeményező készséget. És ott van a leginkább félreismert, szintén hadicélokkal rendelkező ország, Oroszország. Oroszország, amely már akkor
a világ legnagyobb országa, ami a Csendes óceántól terjed egészen szinte a Balti tengerig, a Kárpátokig, ne felejtsük el, hogy ugye pont Poroszországgal osztotta meg Lengyelországot, korszakunkban 1914-ben már másfél évszázada nem létezik Lengyelország. Szóval Oroszország, bárki bármit mond, félelmetes erővel fegyverkezik, félelmetes erővel iparosodik, és az a célja, hogy az egykori oszmán birodalmat megszerezze a ma Isztambulnak nevezett, akkor még a törökök által is Konstantinápolynak nevezett szorost, hogy biztonsággal tudjon szintén a tengerekre menni. Ehhez meg kell szereznie a Balkánt, és ehhez össze kell taposnia az osztrák-magyar monarchiát, ami útjába áll balkáni törekvéseinek. És akkor folytathatnám, hogy Olaszországnak a célja, hogy megszerezze Dél-Tirolt, sőt, annál többet, a dalmáciai partvidéket, akkor Romániának az a célja, hogy megszerezze Erdélyt, sőt, bizonyos értelemben orosz területeket, ami a mai Moldva. Tehát igazából, és Nagy-Britániának meg igazából az a célja, hogy Európában mindenki üsse ki egymást, neki úgymond stílusosan csak kávét kelljen kérnie, azaz senki ne zavarja azt, hogy a világkereskedelem fő ütőerei, a tengerek, az óceánok, a tengeri útvonalak, azok igazából az ő ellenérzése alatt állnak. Ha ma valami fajta világ politikai paradigmaváltásba élünk, akkor ne felejtsük el, hogy a ma fölemelkedő Németországa, Kína, aki azt gondolja, hogy eddig nagyon elnyomták, és most megérdemli azt, hogy az első helyre kerüljön, valami hasonlóra törekszik, mint Németország, csak nem akarja elkövetni a németek hibáját, nem a tengerek feletti uralmat szeretné megszerezni, hanem az övezet a Selyemút révén megpróbálja megfordítani két évszázad legfontosabb dolgát, hogy az árukat nem az óceánokon, nem a tengereken, nem hajókon, hanem tengelyen, vasútvonalakon, stb. Stb. Tehát szárazföldön, utakon, strádákon szállítjuk. Ilyen értelemben ma is van potenciálitás annak, hogy valamilyen háború kitörjön. Ha a jóisten és a gondviselés meg a józan ész közbe lép, akkor természetesen ilyen nem lesz. De hogy semmivel sem voltak kisebbek a tétek abban a hosszú békekorszakban, amelyben már a háborúra készültek, és amelyben először a központi hatalmak, vagy a hármas szövetség államai álltak össze, és ehhez még egy ideig hozzátartozott, sőt, hát úgy tűnt, hogy Olaszország meg Románia is a része, kiderül, hogy ők majd átállnak, és összeáll ugye az Antant hatalmak is, ugye az Antant hatalmak szó, a francia Antant Cordiale, szívélyes megegyezés, egy diplomáciai formula szóból származik, és ugye azt a szerződést jelzi, amely 1904-ben Franciaország és Nagy-Britannia között, amelyek között szintén nagy hatalmi versenyfutás volt, főképpen Afrikában, de bizonyos értelemben Ázsiában is, megegyezés született arról, hogy nem egymás legnagyobb ellenfelei. Ez is egy hosszú-hosszú évszázados, fél évezredes versengés volt, hanem az agresszíven követelőző Németország, és ehhez társult a francia-orosz kibékülés, Oroszország, amelynek egy évszázadig semmi köze nem volt Franciaországhoz, nem csak Napóleon hadjárata miatt, hanem ugye a legelső dolog,
Franciaország szabadkőműves ország volt. Franciaország köztársaság volt. Franciaországban nem lehetett kiejteni az Isten nevét sem, míg Oroszország anyácska volt, konzervatív, monarchikus. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor ránézünk az egyik régi nem látott osztálytársunkra, és azt vesszük észre, hogy valakivel jött össze, akire abszolút nem gondolnánk. Tehát az, hogy Franciaország és Oroszország egymással szövetségre lépjen, és ez a szövetség ilyen tartósnak bizonyuljon, ez csak 1894-re derült ki, azzal, hogy ugye megszületett az egységes Németország, és az, hogy a Habsburg Birodalom, amely sokáig Franciaországgal, meg Angliával kapcsolatban egyfajta ilyen köztes álláspontot foglalt el, tulajdonképpen egy német szövetségessé degradálódott. Tehát ugye az Antant hatalmak, és csak ugye a kérdés benne van a tesztben az egyik, hogy megadtam már a választ. Eredetileg ugye három ország szövetségese, és 1907-re kristályosodik ki, és az, hogy mikor tört ki a háború, bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy véletlen volt, hiszen már kitörhetett volna az első marokkói válság idején, a második marokkói válság idején, ezt nem kell megjegyezni, mert csak akit érdekel ez a dolog. Ferenc Ferdinánd és Hitvese meggyilkolása végül is a németeknek a legjobb ürügy volt arra, hogy megpróbálják a régóta kidolgozott egyébként elképesztő precizitással, elképesztő pontossággal a Schlieffen terv és a Moltkék, hogy először gyorsan lerohanjuk Franciaországot, Oroszország mire megmozdul, addigra van annyi vasutunk, hogy gyakorlatilag néhány hét alatt átdobjuk az egész hadseregünket, mondjuk 2000 kilométerre keletre. Ez a porosz műszaki fejlettségnek, gondoljunk csak a Siemensekre, vagy éppen a Daimler-Benzre és sok minden másra, már akkor is valóság volt, csak hát a németek mindig így gondolkodtak bizonyos értelemben, mást is akartak. Építettek egy olyan nagy flottát, amely majdnem olyan nagy volt, mint az angoloké, és erre elment igazából a hadibüdzsének a jó nagy része, és nem tudtak akkora hadsereget fejleszteni, amely Franciaországot valóban néhány hét alatt le tudta volna győzni. Az első világháború legnagyobb tragédiája ez, mert ha néhány hét alatt legyőzte volna Franciaországot Németország, akkor biztos, hogy nem hal meg mondjuk olyan területen, mint a verdöni lövészárkok, hogy innen oda, mondjuk hónapokig változott a front, de közben tízezrek haltak meg, és a terület nyereség mondjuk 150 méter volt, vagy 250, jó esetben 600 méter. És az a fajta állóháború, ami aztán ugye az első világháború nyugati frontjait jellemezte. Tehát a vén kontinens országai egymás ellen feszültek, és úgy játszották a háborúsdét, mint ma el lehet menni, be lehet fizetni ilyen háborús szimulációs játékokra, vagy paintballra, meg stb., mint hogyha ez soha nem válna valóra, és egyszer csak valóra vált. Van egy nagyon, nagyon érdekes könyv, magyarul is megvan, Christopher Clarke-nak, az Alvajárók című könyve, amely részletesen kibontja azt, hogy senki nem gondolta, hogy a hadi céljaiból, a követeléseiből ilyen áron egyébként nem lesz semmi. Mert ha megnézzük, hogy mi történt, és nem célom, hogy az első világháborút itt most elmondjam önöknek, nem is férne bele az időbe, de azt láthatjuk, hogy
4 évig bírta a Németország, és 4 évig bírta az osztrák-magyar monarchia, mert vitézek voltak a magyar bakák, vitézek voltak a magyar honvédek, és természetesen a horvátok is, sőt, minden híresztelés ellenére a cseh alakulatok többsége is kitartott. Tehát a monarchia sokkal jobban teljesített katonailag, mint azt tőle elvárták. Senki nem gondolta volna, hogy egy ilyen állóháborúban, főleg Oroszországgal szemben, ezt meg tudja csinálni. De négy, tehát ez ugye azért, hogy egy hétig éhezünk és kibírjuk, ez nem jelenti azt, hogy akkor 2 hétig is kibírjuk. 4 év, ennél többet nem bírtak a seregek. Máig ugye a csomó legendának az alapja, Németországtól elkezdve, hogy az első világháború úgy fejeződött be, hogy a német csapatok is idegenföldön álltak, és az osztrák-magyar monarchia csapata is idegenföldön álltak. Hogy milyen állapotban, milyen mentalitással, 50 kilóra lefogyva, úgy, hogy a lőszert nem lehetett eljutni a Brenner hágóra, mert már nem volt elég vasúti kocsi. Tehát például a magyar ipar is nagyon jól teljesített. A mai Csepel, vagy a régi Csepel művek, a Weiss-Manfred művek, konzervgyárból néhány év alatt elsőrangú lőszer és muníciógyár lett, csak éppen nem jutottak el a lőszerek a frontra. Például a Piave mentére 1918-ban. De nem akarok a katonai történettel sokat bajlódni, mert nem ide tartozik. Az a lényeg, hogy 1918. november 11-én, amikor az európai háború megszűnt a nyugati fronton is, előtte egy héttel, ugye a padovai fegyverszünettel megszűnt ugye az olasz fronton is, arról nem is beszélve, hogy a keleti fronton már 1918. márciusában megszűnt, hiszen Lenin és a bolsevikok azzal szilárdították meg hatalmukat, hogy békét követeltek, és bármi áron, de kiléptették a rogyadozó Oroszországot a háborúból. Szóval nézzük csak a veszteségeket. A vesztes országok kik lettek? Hát tudjuk például mi, akik a legtöbbet vesztettünk a trianoni békében. Területünk 2/3, a magyar lakosság 1/3, de egyébként ugye a lakosságból is hát ugye 8-7,5 milliós kis Magyarország, a 20 milliós nagy Magyarországból maradt. De ha megnézzük egyébként, hogy például Szerbia, amely nyertesként került, vagy győztesként került, lakosságának 17-28% közötti részét elveszítette. Körülbelül akkor zárultak le a balkáni háborúk, amikor önök születtek. Azok azért mentek végre, mert Szerbia nem értette meg, hogy Koszovó nem magyar többé, vagy nem szerb többé. Hogy 9/10 részben albán, és csak 1/10 részben szerb. Ahogy ugye mondjuk Erdély is, a mi drága Erdélyünk is, nagyon kis részben magyar, és döntő részben román. Ennek a háborús győzelemnek, amiből Jugoszlávia lett, először szerb-horvát-szlovén királyság, szerb dologgal, ez volt a győzelem ára. Nézzük meg az oszmán birodalmat is, hogy mekkora irtózatos veszteségek voltak, vagy nézzük meg a mi nemezisünket, Romániát. Sokkal több román nő gyászolt, sokkal több román család gyászolt, azt is mondhatnám, ha Románia nem lép be, lehet, hogy nem szerzi meg Erdélyt, de sokkal nagyobb lehetett volna. És láthatjuk Németországot, és láthatjuk azt, hogy bár a legtöbb első világháborús filmet is manapság már Hollywoodban készítik, ez tulajdonképpen nem volt háború az Egyesült Államok részére. Lakosságának egy ezrelék, vagy 13 ezreléke veszett oda. És még inkább megnézzük, hogy
az akkoriban másodlagosnak tekintett hatalmak, Kínát itt már ki is hagytam, milyen veszteségekkel kerültek ki, akkor megint kérem, hogy gondoljanak arra, amit mondtam Európa demográfiájáról. Kivérzett az első világháború végére az európai kontinens. A győztesek is vesztesek lettek, mert elindult a gyarmatbirodalmak felbomlása. Indiába például elindult Gandhi mozgalma, amely 30 évvel később India függetlenségé válásához vezet. Kínában elindult a Kuomintang, a nemzeti újjászületés mozgalma, és néhány évvel később megszületett a kommunista párt, mind nemzeti alapon, amely mind a kettő az európaiaktól való, vagy a külső hatalmaktól való függetlenedést tűzte ki célul. És hát akkor ugye Japánról se feledkezzünk el, amely leghamarabb váltotta valóra a céljait azzal, hogy a II. Világháború egy rövid időjére gyakorlatilag az egész csendes óceáni térséget az uralma alá hajtotta. Itt láthatjuk azt, hogy bár fiatal emberek vesztek oda, a békét öreg emberek csinálták, bár a nők gyászoltak, de a férfiak döntöttek a sorsuk felett. Ugye láthatjuk négy nagyot, ugye Wilson, bal oldalról Woodrow Wilson, amerikai elnök, Georges Clemenceau, francia miniszterelnök, Orlando francia, vagy olasz miniszterelnök, és Lloyd George, ugye a ravasz, Velszi, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És akkor itt a békék. A Versailles békerendszer gyakorlatilag már akkor sokan látták, egy új háború magvait vetette el. Egy pillanatra úgy tűnt, és ma is, ha megnézzük, hogy egy francia politikusnak a nevét kell kimondani, akkor Clemenceau jut eszünkbe, aki olyan, akinek annyi mindent tulajdonítunk. Nos, Franciaországnak nem sikerült a Versailles békerendszer. Nem sikerült elérni a hadicéljait, hogy Németországot véglegesen térdre kényszerítse. Nem sikerült, mert Oroszország bolsevik lett. Gyakorlatilag több nemzedék francia megtakarítása veszett oda Oroszországban, mert ugye arról a francia-orosz szövetségről, amit beszéltem, és ami összenemillő partnerek köttetett, ugye, milliárdos és modellszínésznő között, ott mindig azért pénzről is van szó, szóval ez a pénz veszett oda. Tehát Franciaország azzal vigasztalta magát, hogy itt Közép-Európában kitalált egy olyan rendszert, hogy a kis nemzeti államok fogják megfékezni mind Németországot, mind a bolsevik Oroszországot, egyedül Magyarországra nem számítottak, és ezért is engedte Franciaország azt, hogy annyi területet tőlünk elraboljanak. Hát ez néhány év alatt összeomlott ez a rendszer. És ami nagyon fontos, nem sikerült a régi nagyoknak, a franciáknak és az angoloknak érvényesíteniük még Európában sem az elképzeléseiket, mert Németország felemelkedett, igaz, ez még nagyobb tragédiát hozott az emberiségre, a II. Világháborút, de 15 év alatt ugye Hitler egy egyszerű közkatona volt az, aki megszervezte a német birodalmat. Ez természetesen egy másik kérdés, hogy ő maga aztán magára a németségre is a legnagyobb katasztrófát hozta. Ezt nagyon sokszor elfelejtik azok, akik titokban Hitler tisztelik, hogy ő nem csak a zsidók kiirtását rendelte el, de sok-sok millió német meggyilkolásáért is felelős, azért, hogy Kelet-Európában, Oroszországban, a Baltikumból eltűnt a németség. Tehát, hogy a német demográfiai megroppanás
is Hitlernek a áldásos idézőjelben, vagy inkább átkos tevékenységének volt köszönhető. De itt most az a lényeges, hogy Európa a nagy háború után nem tudta a győztesek elképzeléseit valóra váltani, akkor sem, ha a párizsi békéket joggal nevezzük béke diktátumoknak, a veszteseket gyakorlatilag meg se kérdezték, esetleg elmondhatták dolgaikat. És hiába már beszéltem Ázsia ébredéséről, Indiáról, Japánról, Kínáról, de mindenütt ébredeztek a nemzeti mozgalmak, jó részt egyébként olyanok vezetésével, akik angol-francia egyetemeken tanultak. És hiába dobta be Woodrow Wilson, ez egy nagyon érdekes dolog, Woodrow Wilsonnal a demokrata elnökeknek egy olyan hagyománya kezdődik, és az amerikai politikának egy olyan hagyománya kezdődik, amely Barack Obama elnökségének a végéig tart. Amikor nem America First van, hanem az, hogy Amerika olyan modellt tud adni, ami mindenki számára vonzó. Ez a demokrácia és a szabadság modellje. Először Wilson volt az, aki ezt elképzelte, hogy ezt meg tudja tenni, már ő is sértődötten távozott. Ugye ennek a szimbóluma volt az, itt láthatjuk a bal oldalon, amikor 1918. decemberében az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki elhagyta hivatali ideje alatt az Egyesült Államokat, az Woodrow Wilson volt, hogy megcsinálja a békét Európában. Nos, a békét végül is nem az ő elvei rendezték be, arra még várni kellett 25 évet, hogy a II. Világháború alatt más néven más elnökök, Truman, ugye Marshall terv jó részt ezzel a NATO gondolatával Amerika érvényesíteni tudja ezt a beavatkozás, a demokrácia export elveit, hanem Lenin. Lenin volt az, aki tényleg egy történelmi véletlen emelte a világtörténelem színpadára, és 100 évig ott tartotta, és azt látjuk, ugye, hogy a II. Világháború után igazából a mi térségünk is Oroszország, vagy az orosz birodalmi törekvéseknek a karmaiba jutott. Igaz, hogy egy úgynevezett internacionalista ideológia a kommunizmus jelszava alatt. Számomra egyébként a legfőbb tanulsága az az, hogy akármennyire is rogyadozóak voltak a boldog békeidőszak birodalmai, amikor például a huszár egyenruhákra gondolunk, magyar katonai hagyományokra, azért ne felejtsük el, hogy az osztrák-magyar monarchiában sörre, borra és cigarettára többet költöttek, mint fegyverkezésre. Tehát egész egyszerűen képtelen volt az osztrák-magyar monarchia egy igazán korszerű hadsereget kiállítani 1914-re. Nos, szóval ezek a multietnikus, jól értelemben multikulturális és jó sok megszorítással, de mégiscsak szabadelvű vagy liberális birodalmak helyett mi jött? Kisállami nacionalizmus, határok lezárása, egymásra fenekedés, és aztán a II. Világháború. Természetesen utólag könnyű receptet adni, hogy mit kellett volna máshogy csinálni. Utólag a történésznek ez a fajta kis perverzitása van, hogy vissza tudja játszani a történelmet, és azt tudja mondani, hogy mi lett volna, ha. Természetesen ilyen opciók nincsenek. De azt láthatjuk, hogy senki nem arra gondolt, hogy ilyen borzalmas világégés árán ne tudja elérni azt, amit annyira akart. Úgyhogy én most be is zárom itt az előadásomat, köszönöm a figyelmet, és hogyha van kérdés, akkor arra szívesen válaszolok.